Isten, áld meg a magyart jókedvel, bőséggel. Nyújts feléje védőkart, ha küzd ellenséggel. A magyar kultúra gazdagságát és sokszínűségét mutatták be az ünnepi gála esten. Dunaszerdahelyen immár 12 éve ünneplik ezt a napot. Magyarságunk, kultúránk megtartása ma nem részletkérdés, hanem létkérdés. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár ünnepi beszédében kiemelte, a magyar kultúra csak akkor tud megmaradni, ha vannak elhivatott őrzői. Kultúránkat úgy tudjuk a legkönnyebben megőrizni, ha azt mindennapjaink részévé tesszük. Például azzal, hogy magyar iskolába iratjuk gyermekeinket, magyarul imádkozunk és ragaszkodunk hagyományainkhoz. A kultúra bennünket, magyarokat összeköt, közös kultúránk van, bárhol is éljünk itt a Kárpát-medencében, olyan nagyvilágban. Ennek a kultúrának nyilván az alapja a közös nyelv, de az is, ami eddig velünk az elmúlt 1100 vagy jó néhány esztendővel régebbről is történt. A kultúra kodály óta tudjuk egyébként, hogy egy olyan dolog, amit minden nemzedéknek újra és újra kell tanulnia. Tehát az, hogy mi ezt megkaptuk, örökségbe kaptuk, azt meg is kell őriznünk, tovább kell adnunk, és élővé kell tennünk. A magyar kultúrát a helyi óvodákban és iskolákban is ápolják. A Neratovicei téri magánszak középiskola diákjai műsorukban figyelmet szentertek a magyar nemzettudat erősítésének, és arra törekedtek, hogy továbbadják a szellemi értékeinket. A magyar kultúrára egész évben büszkék lehetünk, és iskolán belül is minden egyes évben ünnepeljük ezeket a szép hagyományokat, és előadásokkal, versekkel. Fontos számunkra, ugyanis az anyanyelvünkről van szó, ennek semmiképpen nem szabad elvesznie. Kosár Szabolcs és Kosár Józsa Janka már bejárták a világot. Számos nyelven énekeltek és szórakoztatták a közönséget. A magyar kultúrához és nyelvhez való ragaszkodást azonban elengedhetetlennek tartják. Magyarul énekelni, akárha magyar nótát mondom, vagy bármilyen magyar előadótól egy magyar dalt érni, csak énekelni az szól igazán szívhez, úgy igazán őszintén. A világ legszebb dolga, amikor valaki az anyanyelvén énekelhet, és szerintem a magyartól nincsen szebb nyelv a világon. Gyönyörűek a magyar dalszövegek, nagyon informatívak szerintem, és egyedi szövegvilága van, szerintem semmihez sem hasonlítható. Szerintem a magyar kultúra pont attól tud ilyen gazdag lenni, mert egy olyan táptalaja van, mint a magyar nyelv maga. Tóth László József Attila díjas költő szerint rendkívül fontos, hogy az ember hű maradjon szüleihez és anyanyelvéhez. Bármennyi nyelvet lehet beszélni, de mindig az anyanyelv lesz a legértékesebb. Nem is tudnám azokat az érzelmeket, azokat az érzéseket más nyelven, más kulturális örökséggel kifejezni, amelyeket így hiába tanulhatnék meg 3-4 nyelvet is, élhetnék akár külföldön is. A gyökereket azt nem tudnám elszakítani. Csekélyebb értékű ember lennék, hogyha idegen nyelvre kényszerülnék. A szervező Pázmáneum társulás az ünnepi gálaműsorral több mint egy évtizede azt hangsúlyozza, hogy a felvidéki magyar közösség csak akkor lesz erős, ha mer ragaszkodni a nyelvéhez, kultúrájához és hagyományaihoz. Mi itt a Csallóközben, itt Dunaszerdahelyen is büszkék vagyunk magyarságunkra, büszkék vagyunk azokra az értékekre, amelyeket ősapáink hagytak ránk. Ezen a napon az óvodásoktól kezdve, az iskolásokon át, a művészekig valóban mindenkit megszólítunk, hogy megmutassuk magunkat, megmutassuk a mi erőnket, egymásra vagyunk utalva, mi nem többek akarunk lenni, nem jobbak akarunk másoknál, hanem mi szeretnénk a szülőföldünkön magyarnak és embernek megmaradni.